A Szeretet és a Bátorság próbája címmel interaktív élőszavas népmese foglalkozásra hívták a kisgyermekes szülőket és csemetéiket az Aranybulla könyvtárba. A Töpörtyük és a Nagyocskák a Szövőmadár meseműhelyel a Népmese Kincstár sorozat keretében játékos formában ismerkedhettek meg a mesék világával. Onnan jött a gondolat, hogy én óvónéniként dolgoztam sok-sok éven keresztül, tehát mindig a gyerekek közt tettem a dolgom a mindennapok során, és nagyon szerettem a meséket kislánykoromtól kezdve. Nagyon-nagyon sokszor meséltem a gyerekeknek, szinte minden nap. Tehát az óvodában ugye meghatározott napirend szerint zajlik az élet, meg volt mindig, hogy melyik napon lehet mesélni. És mi minden nap, tehát én minden nap meséltem a magam részéről. Ahogy a meghívóban is szerepelt, a program célja, hogy minden gyermek megszülje a saját kis mesefészkét, amiben gyűjtheti az emlékeket, bátorságot, hagyományőrző mondókákat, élőszavas népmesét hallgathassanak, népi játékokat játszhassanak, és hogy ezt aztán hazavihessék mesetarisznyájukban. A mai mesefoglalkozásnak egy varázsmese lesz a tartalma, az Üveghegyi Királylány címet viseli a mese. Tulajdonképpen a varázsmesék a legcsodálatosabb mesék, a gyerekek szinte mindegyike nagyon szereti. Ebben a mesében öreg királytól elkezdve a három darab királyfi, kis királyfi, középső királyfi, nagy királyfi, hétfejű sárkány, aki átalakult tátossá, tátos paripává, üveghegy, üveghegyi királylány, tehát mindenki szerepelni fog. A játékos foglalkozások megerősítést adnak gyermeknek és szülőnek egyaránt, olyan alapot, amelyet később az iskolában is hasznosíthatnak a töpörtyűk.